No, i dei bisogni di dicchia. Puta, što nego su neke suke sokalu orca. Suke soka. I gada ne, je tebe. Már mi gond megköszünk a szokálatnak, nem ez egy... Persze nem tetszik neki. Szóval azt mondja egy jó példát te. Az ügyvédőnek. Bemutat. Hiszen már megette azt a nyakláncot, amit te adtál ki. Most te jössz, hogyha vissza is az igazadat. Mit mondasz? Hogyha ilyen hazug vagy, akkor nem kell. Követelem, hogy vegyél be néhány gyógyszert ebből a lázcsillapítóból. Lássuk, mi lesz ebből. Most megmutatja a démoni ényét. Na, ilyen a démonje. De ez egy gyenge breakdown-nak számít. Miért? Mennyi vagy győzel? Ez még nem olyan kemény breakdown, vagyis ami azt jelenti, hogy békjé. Mindjárt. Nagyon hosszú. Na, pontosan ezért, mert azt mondja, hogy majd találkoznak egyszer. Abban biztos. Szóval, ha a tettesnél gyenge breakdown jelenik meg, az azt jelenti, hogy vissza fog vágni. Most lássuk egy ügyészes breakdown-t. Gyerünk, újoncíkos. Mutasd meg egy újoncnak, hogy kell csinálni. Hogy mennyire bízol abban a csajban. Figyeljétek? Még az életed is fel akar tenni el. That's my beast of baby and breakdown. Ecco, posso non fare feste. Ez légkondicionáló, hogy megvédje a művészi dolgot. Üdvözöl-e? Az én káoszos banki. Mi a fejt jelent ez? Miért fogadott van? Ki vagy? Mi az egyik temi? Ha 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 ha
Micsoda haj! Ale sa ti kľak vieco, že mohol som tým smarný jacať mu. Pinocchio, rúd detektív. Tudže, osočiť veď tvoj krvienia, maňo. Čo je dátor? Miért, hogy lehet az, hogy minden, de ügyész... Ez igazi tét. Hallottátok ezt a buzit? Ez a buzi kicsúfolt engem. Úgy hívott, hogy Mr. Phoenix Stride. Nem úgy, hogy Mr. Wright. Tudjátok, mit jelent az angol, hogy Stride? Elcsépelt. Ezt a buzit! A kedvőként csúfol engem. Nick, ő a barátod? Nem. Nincs olyan barátom, aki Trágnak hívott volna. De ki ez a maszkos fickó? Visszatért a pokolból, hogy felvegyen velem a harcot. Gobo! Rémény szerint ezt meg is érdemelt. Az első tanú. Gumshoe detektív. Neve. De! Ez is nevetséges, így ügyésztő hallani. Azja senki nem kérdezte a nevedet, tanú. Hát sem Marcelo, sem Francisca von Karma nem tett ilyet, úgyhogy... Minden kíváncsi a nevére. Mindig követelte a nevét. Hogy beismeri? Ez lenne az esélyem. Itt az idő, itt lenne az ideje, hogy koporsóba tegyük. Mr. Pinocchio. Csak hogy? Mi van? Mocskos buzi! Láttátok ezt? Ez a buzi lekávézott! Mit sem látom ott egy... váradban egy kávét? Ezt a fasságot! Az ügyésznő leostorozó, meg lekávéz. Csak miért van valami eredmondás itt? Most azt mondja, hogy az ászdetektív ásztolvaj. Érez egy jól eladott novellát. Csak egy probléma van, szinte ez nem igaz. Ja, elfelejtettem még valamit mondani. Godó csak velem basszakodik. De úgy tűnik, hogy azzal, hogy amikor szükségét látja, lekávézzon. És tovább a csúfolja. Ha azt látom, hogy a detektív tolvaj, akkor mutassak bizonyítékot. És azzal hasonlóan, hogy legyen forróbb, mint az a tökéletes... Holom is tökéletesebb, mint az a kávé a fejemen. Még valamit elfelejtettem közölni. Igen, mert így védett már rengeteg szétett támadás, és most már Godótól is érte már a támadás. Ezzel a lekávézással.
Jaj, nem ezt. Vizsgálat. Kezdjük ezzel. Ezt hallgassátok meg, egy kicsit elhangosítom. Körbe ilyen hangos. Mi? Hé, kacsok ki, ne mondd meg azt a gombot. Mi ez a gomb? Ez egy biztonsági riasztó. Most támogatok Andy, ez tudja, hogy vérem olvas, mert aztán tiltas minden. Azt nem tudja, hogy kiütötte le. Ez a személy elrohant és le volt bénul. Amikor magához tette, szótlanná vált. Ezen nem szabad a nevetni. Nézzétek, hogyan öntögeti a nyelvét. Eljön önkösét, hogy valaki úgy hallja meg, hogy öntögeti a nyelvét. Hát egységes egyáltalán nem, de... De kérdés, ki lehetne ezen? A gyilkosság helyszín. Láttad őt, amikor megölted Kane Bullertöt és megtámadtad... Ez volt az egyetlen volt, hogy tudtál róla, hogy Ron mit vett fel. Akkor most jöhet Mr. Pinocchio igazi breakdown-ja. Na, ez a lusz. Hát ezzel kiérdemelte a legrőjesebb gyilkos címet. Mr. Pinocchio a legrőjesebb gyilkos, akit láthattunk a Fingszvány végjátszásban. Ugyanazt mondta, mint az első pere. Öntösen ugyanúgy beszél. Viszont te hozzáálltad is. Most túl rögi magát. Dob magukat, hanem mert rádobálja a magukat. Ha 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 ha
Most végképp patkodik a trébjelre. És el van baszódva itten. Most figyeljetek, és van se lehet. Figyeljétek a erős hangerőt. Olyan hangos, mint a tigris. A kötő, aki így üvölt. Mit ül ez a mi? Hát, szóval ő az a fasz. Aki tigris ruhában van. De milyen bizonyíték van arra, hogy század még itt? Most a detektívet tiltakozott. Bassza meg! Gondolod egyáltalán nem lehet átverni. Azt mondja, hogy átverhetem a bíróságot, de ő nem tölve neki. Hiába próbál visszafogni magát, ő könnyedén visszatámad. Mert átvenni is. Ha van egy időre posikolj, mert mutasson meg azt a darab bizonyítékot. Azt a bizonyítékot? Igen, azt a bizonyítékot. De megkérdezi, hogy milyen fajta bizonyítékot? Hey, te mozgás buzi! Mit képzelsz te magadról? Nem voltam semmi, aztán is lekávézol! Szatyiban van megkérdezted, hogy milyen, melyik bizonyítékot. Szóval erre a bizonyítékra gondolt. Hogy ez az... Hogy ez mennyire undok! Szemétokból le kávézni! Hát ez már... Ez mindenek a teteje. Egy végső csatot. Egy utolsó fejezet. De Gotó nem akar... Na, még egy való más. Megintam mind a 17 kávját. Hála Istennek! De most már legalább nem tudsz lekávézni. Tehát elég nevetséges, hogy azért akar, nem akarná, hogy való más, hogy elment megint az összes kávéját. De nevetséges, hogy tovább egy kicsit nem mondhat. 17 kávé. Tényét csinálta kávé után már nem követte el valamit. Mit veszíthet ezzel kapitány? Majd odaadom az összes cappuccinót. A per után. Akarod. Tehát 68 éves vagyok. Szerintem szervi ment át, ez nem igaz. Akkor még több kávét jutott el, hogyha megteszünk. És ugye én... Most jön az üvöltés. Majd nagyon a tigris tört a nagyon fél. Iszonyatosan. Nagy. Ő a legijesztőbb. A harmadik epizódban. Nem gondosan, még mindig harap. Hát úgy van, mint egy igazi tigris.
Eszután kontra Furio Tigre. Elvölt egyet. Milyen útvajat akkor? Nem. Szata a bújít. Annyi a féltő. Mi tudod ez a baszni? Add a fa. Még van a köz. Kigölöd ebbe a lyukba. Ugye én voltam. Lebukik a bíró. Látjátok mi a köcsök? Bíró ki megjel egy tigrist. Szégyel. Majd vissza kifogászta a két, hogy eltette a bollát. Az is ebben lemutatszomba megkínolta. Tehát hamis volt a bizonyít, de ezt érdemelte. Egy hamis ügyvédel. Ez volt a legnagyobb hamisítás, amit valaha tehetette. Tehát azt adta vissza neki, amit Tigre adott neki, amikor tönkretette a hírnevét. Ezt adta neki vissza. Hamisításra, hamisítással vágott vissza. Na most, hogy ezt megemlítette, a végkimenetelnek egy üvöltös breakdown lesz. Tehát fúj a Tigre breakdown, egy üvöltös breakdown. És most láthatjátok. Ámszületet okozott az üvöltős breakdown. Ilyet, hogy egy ámszület egy üvöltős breakdown-tól. Mi van? Oda nézzetek! Szép botra. Tehát Godot úgy lehet beismerni a sötétben, úgyhogy villog a maszkja. Ilyen vörösen. Na, visszajött a villan. Megspolta a 17. kávéját nekem. De hogyan? Ez a mocskos buzi kávésamponnal jutalmaz. Mekkora egy gyökör. Udvariasabban nem tudtad volna odaadni, inkább kávésamponnal jutalmazol. Nagyon undok vagy, az biztos. Hogy azt a megészsége, miközben nézed, hogy a rendőrség elviszi a prédálat. Na, ilyet lehet prédálat nevezni. De megszökött onnan. Megcsálj az álljogajat, hogy éleges! Ugyan, kiállj, nem jól van.
még lenne esélye. De... most jön a pokol. Látjátok ezt? A perc lett volna esélye megnyerni, csak hogy a vádat ezt megakadályozta. Megmérgezte magát. Megígérte 5 éve ezelőtt, hogyha elárulják egymást, és nem tudna többé bízni egymásban, akkor azt az üvegcsét megissza. Igen, szóval ezért mondtam, hogy hasonló, mint a Freeze Fight Bernie. És akkor kapta, hogy azt mondja, hogy a akváncot. Freeze Fight is megitta, de túlélte. Csak hogy na, a méreg hatott. Tehát így az nem is tudta volna túlélni. Hát meg kell állítani azt a pert is én ezt színet. Csak hogy már késő. Nem tudta megtartani az ígéretét. Ezt itta meg. Hát közel lehetünk. Az átadásában bebizonytalan. De a vádlott már nem akarja. Mert ez most már olyan fajta, hogy a vállalat öngyilkos lesz. De szerintem meg akarná ölni, ahogy Dahliát. Értitek most már, ugye? Tehát ezért olyan pokoli ez a tárgyalás. Vádlott öngyilkos lett. És mivel öngyilkos lett, így sajnos ítéletet már nem hozhat a bíró. Szóval ez hagyott nagyon mély nyomot. Mi a fés? Hát az igazság közelében voltunk, és az órunk előtt volt. Méghozzá az a nyak. Csak kissé puhány. Hát ez az a pillanat, amikor mi a fej könnyeket húr. De Armandot követelj, hogy ne sírjak. Mert sorsát teszem a kávéját. Halljátok ezt a dalt, ez bizonyítja, hogy ő gondol. Tehát egész végig Diego Armandoval kell megküzdeni a Phoenix Wright. Tehát az, és az ötök ég azon, és ő lesz az úgy ész. De akkor már le kell jönni győzni. Még nem sírhatok. Figyeljetek, mert most fog csinálni valamit, és mondani egy nagyon zseni dolgot. Kemélyöknél össze tudta törni ezt a poharat. De nem tudom, hogyan lehet egy ekkora ereje, hogy összetörjön egy ilyen poharat. Ez az én kezem képtelen. Hát bizony, olyan keze lehet, mint Tarzan. Na és azért mutatom meg ezt a csészét, mert majd azt most fogunk bele a finálé. Érdekes, egy ügyvéd csak akkor sírhat, ha mindennek vége. És ezzel szervekes hangzik, hogyha bevontsa a karrieretek, akkor van okod, hogy igazán sír. Nem azért, mert valakinek meghal, mert az élet része. Azért hiába lehet sírni, hogyha valakinek hal. Mert mindenkinek meg kell halni, de már kicsúszott az esély erre.
Hát ezzel nem csak víz van, győzte. Tehát... Leibács, ez... Lássuk, osz... Akárcsak víz van. Ez úgy érzem, hogy mindig ugyanolyan hülye picsa maradt, mint előzőleg. Hát hogy sérjétek ezt ilyen? Mit képzesz? Mi engem most dolgozik? Mit mondtál, te büdös buzi? Hogy nem tudok helyrehozni. Te fotoztad be ezt a tekercset, úgy... Miért ten... Nem emlékszem, mi volt erre rá... És húsa süss meg a mestert a tűz... a Hádész tüzében. És tegyél... És költjél bosszút. De bizony nem tudhattad, mit jelent az, hogy sütés meg az a... az a hústét. És arra sem emlékszünk, hogy amikor Misty fejjel beszél. Nem tud olvasni. Tanított meg, mit jelent az? A csúcsús sütni az úgy étette, hogy kaja. Ezért tetted. Ezért fotoztad be azt a képet. Hogy őszinte gondolta, hogy ez fura. Nem tudta elégetni azt, amit az anyja... Nagyon mester vagyok! Most már újra fullon vagyok. Hát, hogy ha megfelelő sebességről van szó, akkor lehetséges, hogy ott alandulj. Hát az elméletet jól elmagyarázza. Hát ennyi igaz, amit említettem, de... Most még mi a szarbajod van, te büdöd? Te macskos buzi! Még hogy lehű, neked kell meghűtened magadat. How could I lose the lives of you? Wait a minute, Jack is doing it. Is that why I'm Samid? Nem érdekel, hogy nyersz-e vagy vesztesz többé. De az egyetlen, amit akarok, az a gyerek ki maját estéből. Úgyhogy készüljetek. Dája Breakdown. Mi a legextrémebb.
a Phoenix Wright észre-törni trilógiából. Kezdődjön el most! Gyere ki! Úgy igen! Azaz, gyere! Dehogy nem, már készen áll. Ez jelzik, nem minden. Dája, visszatért a pokolba. Ez szerint már végig. De már elájult. Nem, nem kell azon gondolkodni, miért nincs a ruhájában vérnyom. Csak meg kell mutatnom, hogy rejtette a sérülést. Ásúvit. Akkor itt az idő az utolsó golyót pontosan felül. De hát az utolsó volt jó óvatosan a pincsán. Hát ott, hogy itt ott nyomja. De segítőben ne nyomja. Nem a bizonyítékok között kell keresni, mert nem ott van. Hanem itt. És a válasz itt van. Miért? A válasz erre roppant egyszerű. Mert nem a bizonyítékok között van a válasz, hanem az orrunk előtt. És miért? Azt mindjárt megtudjátok. Úgyhogy itt az időt lehetni a végtét támadás. Danger! Akár a következőket. Nem tudom ki a végtől. És nem kell tudni. De még mindig azt gondolja, hogy nem leszek olyan okos, mint Mia. Nem igaz, Dwight? Akkor most lássuk. Jó választottam. Ha jó választottam, most ha rossz választottam, akkor izzad. Annyira izzadt, hogy már be is szopta. De ha jól választottam, akkor... Meglátom, mi a szellemét. Most, hogy megadtam a helyes választ, az azt jelenti, hogy már megnyertem a Trials and Tribulations. Egy kicsit. Szóval mi a fény? Things are testy menél. Még mindig rejtegeted azt a sérülést. Jó, jó nézedek még engem. A sérülés is a maszkodban van. A maszk közben eltűnt a vörös fény. Tehát az a fény eltűnt. Aztán később kiáltott a gyilkos. Tehát a maszkod leesett. Gondolom. Levennéd a maszkot? Talán sérülést a maszkodon belül, akkor ezt az ügyet meg is oldottuk. Jó van, akkor sírt a Godo Breakdown. Oh.
Szétrohadt a maszkja. Tudja, hogy megpróbáltam megmenteni. De most jól figyeljtek, mert nem egy breakdown-t láttok, hanem kettőt is. Nézzetek, vöröset könnyezik. Gonó sír. Az ő világában nem létezik a vörös szín. Ez a... Szóval vöröset könnyezik. És miért? Amiatt felébredt a kómából. Már várta ezt a pillanatot. Tehát most végre kimondja, amit már előzőleg is. Egy ügyvéd akkor sírhat, ha mindennek vége. Értitek, hogy akarjátok végleg kurva esik, akkor már lent van okunk sírni. Ebben az évben nem tudja, mennyi csisze kávét hívott. Még ő sem. De most elmondja. Ez a legnagyobb csisze, amit megint. Nem így vadott pénzre. Látjátok? Phoenix Wright-nak hívom, úgyhogy legyőzte. Na erre érdemes tóftatni, vagy köszöntött volna. Ez megérdemel köszöntött, és most megmondom a különlegességet ebben a végijátszat, majd érdemes minket megnézhetek. Jól nézzétek meg! Ez kávé! Pontosan erre tartogattam, hogy amikor vágytam fogja hívni, akkor megiszom ezt a kávé. Mivel legyőztem ezzel, érdemel egy köszöntőt még pedig, de nem piában, hanem kávé. Hát ő, Phoenix Wright is kávét fog írni, amikor majd nyekedek kaffét. És mivel már boldog legyőztem, köszöntően azt lehet, hogy mondani, hogy egészségükre! Ez még egy kívást érdemel. Igaz, hogy azt mondtam az életrajzban, hogy nem szeretem a kávét, de nem is iszom, mert nem igazán jó ízik. Nem is értem, hogy nyílják ki. Meghozza az ítéletet a váltal szemben. Bűnös. Csak hogy itt nincsen tas, mert annak ellenére, hogy nem nyilvánították bűnösnek, nem lehet még szabad, mert meghamisította a bűntény helyszínét. Tehát úgy vézi, mint Lana Sky.